Mi a K-Monitor Egyesület vagyunk, ami egy korrupció ellenes civil szervezet, és nagyon sok mindennel foglalkozunk, de három fő tevékenységi körünk van. Foglalkozunk civil érdekérvényesítéssel, kutatással és ilyen informatikai és adatos projektekkel. Ezek mind a korrupció, az átláthatóság körül mozognak. És most lejöttünk a Bánki tóra, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy együtt legyünk azokkal, akikkel amúgy dolgozunk, meg akik önkénteskedni szoktak nekünk, meg akit érdekel, amit csinálunk. Az Aurórában vettünk részt többször beszélgetéseken, az Aurora programjaira el szoktunk menni résztvevőként is, megnézőként is, nagyon szívesen járunk, nagyon szeretjük az Aurórát. A K-Monitorral a Bánki tó fesztiválon egyrészt egy honfoglalót hoztunk el, ami a honfoglaló átdolgozott verziója, és egy Budapest térképen indul a játék, ahol a kerületek mind korrumpálódtak, és a játékosoknak pedig három különböző csoportban, a lakosságban politikusként és civilként kell együtt felszabadítaniuk Budapestet. Ez az egész fesztiválnak egy keretjáték, az a neve, hogy korrupciós szerepjáték, és itt is különböző szerepekbe lehet bújni, lehet politikus, vállalkozó, újságíró, vagy szakszervezet is, meg szakértő, meg ilyen más szerepek. A lényeg, hogy ez egy klasszikus szerepjátékként működve, a kiválasztott szerepednek megfelelően cselekszel, és próbálsz minél nagyobb befolyást szerezni a fesztivál működtetésében, téve ezt korrupt vagy éppen tiszta és törvényes lépések segítségével.